Szóval nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A kék fény mai műsorát fogjuk most látni. Hát vagy mégsem. Igen, ablakunk van. Akkor most, hogy összekötöttük a kellemest a hasznossal, elkezdhetjük. A király működik. Nagyon jó. Remélem, hogy ez lett az utolsó vacsorátok itt. A felházban. Én élveztem, ezt tetszett. Ja. Kint hallok még zsibongást, nem tudom mennyire hallják, de jöjjenek be! Mert elkezdődött a ma esti plenáris programnak a hivatalosan elkezdődő része. Ami most kezdődik épp. Van elkezdve. De tök jó, mert szivárognak be. Ennek örülhetünk. Na, yeah. Mindegy. Megdesz percekkel fogunk majd kezdeni, rögtön a hirdetéseket követően. Szóval ez, ahogy már korábban hallhattuk, ez a mai nap legjobb 20 perce lesz, mint ezt tudjuk. De aztán lehet, hogy majd a játékos estere rátszáfol, vagy nem. De ezt, igen. Mondjad. Hát ezt követi majd utána a játékos este, ami mintegy egy órát fog igénybe venni titeket. Remélhetőleg szórakozni fogtok, és jó lesz. Utána viszont még a mai estének az egyik fontosabb programja, a férfi-női est lesz. Az itt feltüntetett idő, ez elég meghatározhatatlan, ugyanis a játékos estnek az intervalluma és az idő tartama az nem feltétlenül fix, az még alakul, de az, hogy ennek mi lesz a végső kezdési időpontja, azt közölni fogjuk. Ez egy ilyen direktíva, próbáljuk tartani magunkat hozzá, aztán majd meglátjuk. Akkor emellett lesznek majd a állandó programok, tehát az uszoda sauna az 10-től éjfélig még ma este lesz, de érdemes a férfi-női este részt venni, tehát hogy alapból az tök jó, én azt javasolnám. Az imaszoba még továbbra is nyitva tart, 235-236-os szobában, akinek még van kedve, nyugodtan menjen. A lelki gondozók utolsó idejét is ki lehet még használni, már ameddig itt vannak, úgyhogy holnap már nem hiszem, hogy nagyon lesz egyébként. Holnap már nincsen lelki gondozói alkalom. Tehát, hogy inkább most, hogyha még úgy érzi valaki, hogy nagyon kell a gondozás neki lelkileg. Mindenkinek a kártyaegyenlegén lévő felmaradó összeget, azt vásárolja le, ugyanis várnak bennetek az elmondósok ezen az utolsó estén, nyilván ma sem fogunk aludni, úgyhogy az időtökben kávéval, meg egyéb dolgokkal még gyorsan töltsétek fel magatokat. Ezt is mondta. Miért? Mert én a következőt akarom. Akkor jó. Tehát a lényeg, hogy még van lehetőségetek arra, hogy kijátszátok az összes kártyátokat, ami csak nálatok van, ezt adakozzátok el, de úgy, hogy még meg elvégzitek a rajta lévő műveleteket, Gyulát meghazudtoló sunyi módon is lehet akár. Tessék, Gyula. És az, aki, ha már az adak... Azt te jó vagyok. Wow, innen jön. Szóval, ha már az adakozás szóba hoztad, kedves Peti, hadd ejtsek pár szót az adakozásról. Szóval az a pénzetek, amiket még nem költöttetek el a harmastannál és a Kaffi elmondóban, és nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy hazajussatok, azzal kapcsolatban nagyszerű terveket gondolta jó Isten, méghozzá lesz a horvát megdesz, vagyis hogy már van, és szerintem ők örülnének neki, hogyha megtámogatnátok őket. Tehát, hogy jelenleg egy munkatárs van ott, egy fizetett, vagy max. 2, ebben nem vagyok biztos, de hogy hatatosan tudjuk őket segíteni, szóval van hova. Erre az adakozásra holnap az istentisztelet keretein belül lesz lehetőség. Harmadstand, megdestand, utolsó utáni alkalom, nincs több, bezár, jövőre kinyit, nem majd Grundon, de szóval, hogy ott használjátok ki. Gyenes Zoli, nagyon nagy szeretettel vár benneteket, és mindenki más is, akit ő még beszervezett ebbe a programba. Úgyhogy ajándékkönyv, aki úgy látja, szüksége van rá és szeretné elolvasni, vigye. Még mindig lehettek tagok, akkor is, ha nem voltatok közgyűlésen, nincs harag. Ja, vannak. Van egy üres diánk. Hát azért, mert nincs több dolog most, mert értem. Most kezdődik a... Azt hittem, a találtárgyakat még el akartad mondani. Nem, azt majd utána. Hopp, ellapoztam, de örültem. Semmi baj. Oké, szóval köszönjük szépen, akkor most a játékos est... Megdeszpercek. Előtt a megdeszpercek következnek. Köszönjük szépen. Ez működik, igen. Mi? Ez kell nekünk. Jó. A Megdesz egy közhasznú egyesület, van alapszabálya, fönt van a neten, el lehet olvasni, jó kis olvasmány. Van közgyűlése, ezt évente egyszer tartjuk, most délután volt, sokan lemaradtatok róla. Nem baj, jövőre szeretettel várunk mindenkit. És a közgyűlés szokta a főtisztviselőit megválasztani, illetve a vezetőségét
a Megdesznek. A vezetősége 12 tagból áll, 5 szenior tagja van, tehát akik már nem egyetemisták, 5 diák, és van elnöke és főtitkára, én vagyok a főtitkár, és most elnököt választottunk 3 évre, és Benke András a Megdesz elnöke, és őt most újra megválasztottuk a következő 3 évre, fogadjátok nagy tapsal. És most imádkozni fogok Andrásért, imádkozzatok ti is velem, aztán pedig ő be fogja mutatni az új diákvezetőségi tagokat, és ő fog őért imádkozni. Édesatyám, nagyon köszönöm, hogy Andrást elhívtad erre a feladatra. Köszönöm az elmúlt 3 évet, amit együtt tölthettünk a te szolgálatodban, a Megdeszben. Megáldottál minket, és hadd kérjem ugyanígy, hogy legyél velünk a következő időszakban. Áld meg Andrást, adj neki új út erőt, új út motivációt azokhoz a kihívásokhoz, amik jönnek. Vigyél minket egyre nagyobb feladatokra, bíz ránk egyre többet, szeretnénk a te szolgáid lenni továbbra is. Kérlek, hogy így áld meg Andrást. Amen. No, hát én köszönöm Áronnak a mikrofont. Akkor ha már Áron így bejelentette, hogy engem megválasztott a közgyűlés, én is bejelentenék még pár nevet. Ugye a Megdesznek mindig 5 darab diákvezetőségi tagja van, akiket most részben újra, részint újonnan választottunk. Tehát a következő évben a Megdesz 5 diákvezetőségi tagja Gusztin Rudolf, gyertek ki, léci. Gyenes Zoltán, Benedek Márti, Pap Lázár és Szél Kitti. Uram, én köszönöm neked azt, hogy időről időre mindig te adsz a Megdesznek új és lelkes embereket, olyanokat, akik vállalják a különböző szolgálatokat, és te tudod, hogy sokféle szolgálat van a te testedben, ki a tehetsége szerint szolgál, de hogy a vezetőség az egy olyan dolog, ami fontos neked, mert hogy minden szervezetnek fontos, hogy a vezetését olyanok alkossák, akik hisznek benned, odaszánják az életüket a szolgálatodra, és fontos neki a misszió. És én hiszem, hogy te ki tudod választani ezeket az embereket, és el tudod hívni a diákokat mindig erre a feladatra. És én köszönöm neked, hogy most is elhívtál 5 embert, és köszönöm neked, hogy együtt dolgozhatok velük a következő egy évben. Ámen. Köszönöm szépen. És ugye, vannak új tagjaink, de hogy mindig vannak leköszönő tagjaink is. Ugye két embert, a Zolit és a Rudolfot régi új vezetőségi tagként köszöntöttük most, de hogy van 3 távozónk is, aki úgy tudom ugyan, hogy csak egy valaki van itt, de azért megemlíteném, hogy Bakó Kármen, Szabó Laci és Dócs Niki volt a vezetőség tagja az előző ciklusban diák vezetőségi tagként. És hát közülük, aki itt van, őt arra kérném, hogy jöjjön egy kicsit föl ide. Még imádkozunk érted is. Köszönöm. Jó. Uram, én köszönöm neked a Nikit. Köszönöm, hogy adtad őt az elmúlt 2 évében a Megdesz vezetőségének. Meg úgy egyébként is köszönöm, hogy adtad őt a Megdeszben. Köszönöm, hogy ismerhettem, hogy együtt dolgozhattunk. Mert azt láttam rajta, hogy az a lelkesedés, ahogy ő viszonyul hozzád, meg ahogy ő viszonyul a szolgálathoz, ez példaértékű mások számára is. És kérlek, hogy jövőn is adj nekünk ilyen diákvezetőségi tagokat, akik odaszánják az életüket neked. És kérem a te áldásodat a Niki életére, hogy azt, amit ő beletette ebbe a szolgálatba, azt te fizess neki vissza gazdagon. Amen.
Köszönjük Andrisnak, a Megdesz újonnan újra választott elnökének. Szerintem ő is megérdemel egy tapsot. És akkor most következik, még nem a játékos est, 15 perc türelmeteket kérjük, Balázs szólítom a színpadra. Megdesz kommunikáció. Jó, zsír. Diát kérek. Na, első kérdésem, ki szereti az internetet? Hű, azért nem olyan sok. Na nem baj, én szeretem az internetet. Fun fact, erről a gifről ez lassan annyi idős lesz, mint itt a legfiatalabbak. Szóval, hát öregszik az internet. És az interneten ugye alapvetően honlapokkal és weblapokkal dolgozgatunk. És alapvetően van az internetnek egy fejlődés történet, ami szerintem rohadtul izgalmas, de ezt most nem fogunk erről beszélni nektek. Szeretném a következő diát. Igen. Ez az Apple-nek a honlapja még réges régről, kb. Amikor én nem tudom, utána óvodás voltam, vagy sulis, mármint kezdtem a sulit, és hát látjátok, hogy hát van egyfajta esztétikai élmény, amit nyújt most már nekünk. Mondhatnánk, hogy nem feltétlenül pozitívat, de ez akkor, ez nagyon high-tech volt, és ultramodern, és nagyon jó. Nézzünk meg egy-két példát, hogy milyen egy modern, egy mai honlap. Ez az egyik példa. Sok kép, sok négyzet, sok szín. Esetleg egy másik példa. Igen. Letisztult formák, sok kép, sok szín. Minimalizmus vagy nagyon maximalizmus. Az a lényeg, hogy nagyon sokat változtak a weblapok az évek során. És hogy remélem, hogy tudjátok, de a Megdesznek is van honlapja. És hogy volt is, lesz is honlapja a Megdesznek, és a Megdesz honlapja is úgymond fejlődés történetben azért ment A pontból B pont, vagyis hát régiről új felé. Régen ez volt az új, aztán utána lett egy újabb. Ez volt ugye a legutóbbi, amit már lehet, hogy néhányan ismertetek. És azóta van egy... Igen. Azóta van egy újabb honlapunk. Igen. Mint láthatjátok, még tehát modern, nagyon követjük a trendeket, meg minden. Nagyon responsív, nagyon jó, nagyon szép, mi nagyon szeretjük. Megszenvedtünk érte, én legalábbis nagyon. És annyit szeretnék mondani, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ti használnátok, mert ez úgy lett kitalálva, hogy minél könnyebben eljussatok azokhoz az információkhoz, amire nektek szükségetek van, vagy az embereket oda vezessétek a fontos információkhoz, és annyit szeretnék még ezt mondani, hogy a tartalmi rész az még nem teljes. Szóval azt úgy kérlek, nézzétek el, folyamatosan dolgozunk azon, hogy feltöltsük, és igazán mennyit akartam mondani a honlapról, menjétek a honlapra, nézzétek meg, érezzétek, feelingeljétek, és terjesszétek a hírét. És akkor még egy rövid szót szeretnék a következő díja kapcsán mondani. Ez a Megdesznek a Facebook oldala, mert hát, hogy azért elég sokan vagyunk a Facebookon manapság. Ki van Facebookon? Gyors kezeket fel. Jó. Ebből kilájkolta már... Vissza. Kilájkolta a Megdesznek az oldalát már. Jó. Ki az, aki beállította azt, ami ott a GIF-en történik, hogy elsőnek jelenjen meg? Én azt szeretném, hogyha mindenki, aki feltette a kezét, hogy lájkolta a Megdesz Facebook oldalát, az megcsinálna ezt is, hogy a következő táborban ti is feltétek majd a kezeteket, amikor megkérdezzük ezt. Jó? És hogy kövessétek figyelme, az lényeg, hogy oda mentek az oldalra, és ott ki van már írva, hogy ti ezt követitek, és ott kérjétek majd azt ki, hogy elsőként jelenjen meg a hírfolyamatokban, amit a Megdesz csinál, mert ha nem, akkor elveszünk az ajban, és azt ti sem szeretnétek, és mi sem szeretnénk, és az Úristen se szeretné. By the way, teljesen side info, amúgy 1410 lájkoltak már minket, és az utóbbi 100 egyébként egy hónap alatt szinte alakult, úgyhogy na jó, 2 hónap, bocsi. De növögetünk, és ezért nektek is hálásak vagyunk, de az még nagyobb segítség lenne, hogyha ezt is beállítanátok. Jó? És ennyit szerettem volna mondani így a honlapról, meg a Facebookunkról. Köszi!
Oké, akkor most Dósnikit szólítom a színpadra, aki a Megdesz hírfolyamáról fog beszélni. Ahó. A megtévesztés véget ezt úgy hívják, hogy Megdesz percek, és aki ezt nem érti, igen, tehát most a Megdesz percekben beszélek a Megdesz percekről. A Megdesz percek így néz ki, amiről beszélek, és ez a, annak a kiküldött online változata, amit a táborban megtörténik minden este negyed órában. Azért jó, mert vannak emberek, akik nincsenek fönn a Facebookon. Én 5 darabot ismerek, de hogy vannak, és hogy ők is tudnak arról értesülni, amiket normálisan a Facebook oldalra föltesz a Megdesz. Mint itt látjátok, mindenféle programokról, beszámolók, videóbeszámolók, képgaléria, a következő programokról híreket olvastok, hogyha vannak képzések, mint az apológia kurzus, vagy a hozzáértő segítő, az is itt megjelenik. Most ugye a nemzetközi munkatársat keresi a Megdesz, az is általában itt megjelenik, és lehet jelentkezni ezen keresztül. Ami még tök jó, hogy havonta ugye ki van küldve, és aki szeretné imával támogatni a Megdeszt, itt mindig vannak frissült imatémák. A táborért, most például januárban erről volt szó, az aktuális helyzetért, ami a Megdeszben van, a diákkörökért, akik éppen krízissel küzdenek, vagy hasonlók. Kiknek szól a Megdesz percek? Szól a diákoknak, akik tudják a saját diákkörükben, hogy mi történik, de szeretnének tudni a többi diákkörről. Vagy szólnak azoknak a diákoknak, akik nem járnak még diákkörbe, és tudják így, hogy mi történik a Megdeszben. Szól a szenioroknak, akik szeretnék tudni, hogy mi történik a Megdeszben. Vagy ami a legjobb, hogy összeköti a mikro és a makro Megdesz, tehát hogy amikor a kis diákkörök szeretnék megtudni, hogy mi történik a nagy Megdeszben, ami olyan, mint ez a téli tábor, hogy mindenki örül és jó, azt itt mind megtalálja. És hogy hogyan lehet erre feliratkozni, az nagyon cseles dolog, mert hogy itt fel lehet iratkozni, de csak akkor, hogyha már megkaptátok. Szóval, vagy átkülditek valakinek, aki még nincs feliratkozva, vagy használjátok a csoda e-mail címet, a megdesziradakukac@gmail.com-ot, amire lehet írni a Beának kis cicás videókkal, vagy azzal, hogy szeretnének feliratkozni a Megdesz percekre, és akkor ez így megvan oldva. És köszönöm szépen! Tök jó, hogy Niki említette a mikro Megdeszt, meg a makro Megdeszt, mert ez, erről a mikro-makroról megjelent egy cikk a Post-iten. Ki tudja, mi az a Post-it? Oké, hogy még azok is tudják, akik nem tették fel a kezüket, szólítom Gusztin Rudit, aki erről beszélni fog. No, kedves testvéreim az Úrban! Kedves Megdesz tagok, és azok, akik még a megszentelődésnek nem jutottak el arra a fokára, hogy tagok legyenek, vagy csak szimplán nincs 1500 forintjuk. Régóta foglalkoztatja az emberiséget ez a kérdés, hogy van-e élet a halál után, illetve a posztmodern embernek az új kérdés, hogy van-e élet a Facebookon kívül. Hát van, Pilátus szavait idézve ecce homo, én például nem vagyok a Facebookon, de számos Post-it szerkesztő sincs fenn. Ugyanis a Post-it az egy olyan dolog, amit Facebook nélkül is el lehet érni, postit.megdesz.hu. Ez egy olyan platform, ahol magyar diákkörökről, eseményekről olvashattok, vagy interjúkat magyar megdeszesekkel, illetve olvashattok arról is, hogy a nemzetközi Megdeszben, azaz az IFES-ben mik történnek. Egyaránt érdekes lehet ez diákoknak is, hiszen rengeteget lehet inspirálódni, akár a magyar megdeszes sztorik által, akár azon keresztül, hogy külföldön miket csinálnak az egyetemista kollégák, illetve a szenioroknak is érdekes lehet, hogy egy kicsit képbe legyenek azzal kapcsolatban, hogy mi történik a Megdesz házatáján, úgyhogy javaslom sok szeretettel, ehhez még Facebook sem kell. És akkor szólítom Marcit, Simon Marcit, aki képzeljétek el, nemrég csatlakozott a Megdeszhez, de mindjárt bővebben mesél. Igen, hát Marcinak hívnak, sziasztok! Igazából Fanni le is lőtte a poént, amit el akartam mondani, hogy nem azért nem beszélek régi táboros élményekről, diákkörös alkalmakról és evangelizációkról, mert erre nincs idő, hanem azért, mert ilyenek nekem nincsenek. Tehát ez az első Megdesz táborom, és most már picit több mint 24 órája Megdesz tag is vagyok.
és brutális mértékben részesültem a Megdesz dózisból, ugyanis már kapcsolódtam is a Post-it csapatához ebben az elmúlt 24 órában, és remélem, hogy azért nem tűnünk annyira retardáltaknak, mert ez valóban egy non-Facebook csoport, ugyanis én se vagyok a Facebookon. Köszönöm. Sőt, okostelefonom sincsen. De azért úgy elboldogulok, ide is eljutottam. És hát mondtam is a Fanninak, hogy nem tudom, hogy miről meséljek, mert nem sok élményem van a Post-it-tal kapcsolatban. De majd remélem, hogy azok a posztok, amiket majd posztolunk, azok majd többet mesélnek a mi tevékenységünkről. És akkor vissza is adnám a szót, és még bátorítanék mindenkit, hogy vállaljon szolgálatot, vállaljon feladatot, és legyen Megdesz tag, és hajrá! Pedig ez nem is volt benne a részletes programban, a Megdesz tagsági promó. Igen, én csatlakoznék az előttem szólókhoz. Igen, nem vagyok a Facebookon, nincs okostelefonom. És vicces, amikor a Nusi ajánlotta Marcit, akkor nem is tudta, hogy igazából vannak ilyen kritériumok. Tehát szemüveg, körszakál, Facebook nélküliség, zseniális. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a csapatnak. Rudi szokta a külföldi cikkeket fordítani, én szoktam a magyarokat írni, és hát most itt lesz Marci, aki amúgy mind a két szeletébe belekóstol majd idővel. Viszont van még egy felhívásunk így az önkéntességre. Igen, szóval szeretnénk arcot magunknak, tehát hogy Facebookot, Facebookos embert, aki a social media mezejein járatosabb, mint amilyenek mi vagyunk. Úgyhogy önkéntes kerestetik erre a posztra, aki szeretne, most így látok kezeket, Zolek? Oké! Zolek, addig növesz körszakállat, légy szíves. Jó, köszi. Oké, tehát összefoglalásul, megdesz.hu, facebook.com/megdesz és postit.megdesz.hu és a Megdesz percek, ami ugye egy hírlevél, havi rendszerességű, a postit.megdesz.hu-n két hetente 4 cikk jelenik meg, de ezeket majd látni fogjátok, ez csak egy ilyen rövid ismétlés gyanánt. És akkor a következő dia nagyon gyorsan, a programfüzetben is megtaláljátok a 9. és a 10. oldalon, 2017 az evangelizáció íve. Hogyha ezt észak-tiszai nyelvjárásban mondjuk, akkor ugye az évét ívének ejtjük. Tehát ez az evangelizáció éve és íve. Mert hogy a munkatársi csapatban vannak ívisták és ív nélküliek. Ez azt jelenti, hogy az ívisták szeretnek mindent egy ívben látni. Igen, Mercedes, Bea és Balázs. Balázs? Balázs ilyen középutas. Áron és én így lövögettünk, szóval így csináljuk, aztán majd az valahogy így magától, vagy az úr elrendezi körülbelül. De én most előadom ezt, mint az evangelizáció ívét, úgyhogy kérem a következő diát. Az evangelizáció az nem most kezdődik, de itt és most is ebben fejlődünk, és erről tanulunk a téli táborban. Lesz egy, tehát mondom, amúgy programfüzet, ez csak egy nagyon vázatos felsorolás, 9.-10. oldal. Peter Payne jön Magyarországra, aki tudomány és kereszténység kapcsolatáról, a feltámadás mint tény mi voltjáról és egyebekről tart előadásokat. Helyszíneket keresünk, úgyhogy diákkörvezetők, hogyha van kapcsolatotok dékánhelyettes asszonnyal, vagy hát az ő irodájába, akkor, és tudtok nekünk termet kérni, akkor az tök jó lenne, március 20-tól 24-ig. Aztán Gary Chapman, 5 szeretett nyelv, kezeket fel, ki tudja, hogy ez mi. Ó, hát ez zseniális. Szóval, hogy ő is jön, és ő nem csak Budapesten lesz, hanem Debrecenben, Pécset, Szegeden és Budapesten is. Szerintem ez pont egy olyan téma, ami egyébként szintén jó terepe lehet az evangelizációnak, mert nem csak keresztényeknek vannak szeretett nyelveik. Úgyhogy vigyetek szórólapokat, ki lesznek téve az asztalokra, és ajándékozzátok, hívjátok meg az ismerőseiteket. A harmadik, illetve
negyedik, a Presence, erről beszélt tegnap Áron meg Thor, ide 14-en jelentkeztek eddig, és még 21 férőhelyünk van. Szeretnénk, hogyha diákok jönnének, és jelezzék nekünk a részvételi szándékukat a megdeszirodakukasz@gmail.com-on. A következőt pedig Csibikuti Eszter fogja hirdetni. Gyorsan, egy fél percben. Sziasztok, Csibi vagyok, hivatalosan fél percem van, de azért Tortól tanultuk, hogyha jól szeretnénk publikusan evangelizálni, akkor először azonosulni kell a célcsoporttal. Úgyhogy én egy személyes történettel kezdeném. Tavaly február 16-án volt a mesterszakos államvizsgám, vagyis egy héttel a téli tábor után, vagy kettővel, ami azt jelenti, hogy most vagyok először itt ilyen teljesen szeniorként. És azt vettem észre, hogy egyre többen mondogatjuk azt a csúnya szót, hogy kifejezést, hogy öreg vagyok. Lehet azért, mert ez ilyen kibúvó egy éjfél utáni beszélgetésből, vagy mert túl vonzó a szauna, vagy mert néha azt érezzük, hogy túl sok pimaszul fiatal ember mászkál itt. És hát szeretnélek titeket meggyőzni arról, hogy van jó hír, ugyanis van egy olyan hétvége az évben, amit csak a szenioroknak van az ő témáikra, vagy problémaköreikre, meg igényeikre kiképezve. Ez most június 2-án és 4-én lesz, és meg is hívlak titeket. Gyertek! Tessék! Igen, szóval 2-től 4-ig lesz. És nem kell hazamenni 3-án. És szóval Balatonszárszon. Várunk mindenkit szeretettel. Igen, szóval tök jó, hogy Csibi hozzárendelt egy helyszínt, mert én nem. A Peter Pan Budapesten, a Gary Chapman arra a 4 helyre, a Presence Aschaffenburgban lesz, Németországban, a Senior hétvége Balatonszárszon, a Grund pedig Felső Tárkányban. Akik még nem voltak Grundon, azoknak elmondom, hogy ez egy apologetikai tábor, keresztény hitvédelemmel foglalkozunk, a hitünk alapjainak a megismerésével, és ennek az átadásának a hogyanjával. Igen. Peter Pan is lemehet vidékre egyébként, mert ő fizeti magának ezt az egészet. Úgyhogy tök jó, viszont itt jön az átvezetés, hogy az összes többit, tehát a Presence-re is amúgy lelkes szeniorok már összedobták azt a pénzt, ami a kiutazásunkat elősegíti. Tehát gyakorlatilag úti költség Németországba 0 forint, de minden egyéb más, és úgy általában a MEGDESZ alapműködése a stabil támogatói bázisnak az adományaiból épül föl. Na most ez a támogatói bázis nem mindig annyira stabil, és szeretnénk benneteket adakozásra buzdítani. Egy picit játékos módon 5 önként jelentkezőt szeretnék most a színpadra. Akiknek nem volt elég a repeta, vagy akiknek nem jutott a 6 darab repetából. Aki éhes. Lesz kaja. Nem lesz pénz. Nem kell te fizetni. Ingyen kaja. 1. 2, 3, 4. Na, az utolsó versenyző. Ott van, gyere, kérlek. Sári. Oké, most a segítőimet kérem. Segítsenek nekem, én addig itt arrébb megyek. Vagyis... Igen, szóval az a lényeg, hogy a MEGDESZ-nek van egy... úgynevezett Big MEGDESZ programja. Nem, kicsit messzebbről kezdem, tehát amúgy a MEGDESZ tagság az nem olyan, nem jár sok mindennel. A legnagyobb dolog, amivel jár, az elköteleződés. Tudom, hogy ez nehéz, amúgy ez a lényege. Egyébként tök jó, hogyha MEGDESZ tagok vagytok, mert akkor a pályázatokon segítitek a szervezetet, hogy pozitív elbírálásban részesüljünk, és ez nektek semmiben nem kerül, csak évente 1500 forintba. Tehát ez havi kevesebb, mint 150 forint. Nekem az osztálypénztár volt második osztályban 150 forint, szerintem. Azóta azért inflálódtunk eléggé rendesen, úgyhogy ez nem annyira nagy szám. De hogy van egy Big MEGDESZ program is, ami azt jelenti, hogy egy szemeszterben, ha minden diák egy Big Mac-nek vagy egy Big Mac menünek az árával támogatná a MEGDESZ-t,
akkor az egy munkatársnak az éves fizetését, vagy a fél éves fizetését kitenni. És azt szeretnénk most megmutatni, hogyha egy étkezés alkalmával mondjuk szántok Big Mac-re pénzt, akkor miért ne tehetnétek meg ezt a McDesszel is? De az első feladat az az, hogy most fogyasszátok el ezeket a Big Mac-eket. Ez egy evőverseny lesz. A jutalom az almás pitém, amit nem ettem meg a vacsiból. Közben kérdezem a technikusokat, hogy melyik az a mikrofon, aminek nincsen ilyen zsinórja? Mármint amelyiknek nincsen zsinórja, de hogy hol van? Ja, hogy nincsen? Uff, jó. Akkor Sára, hogy érzed magad most? Úgy érzem, előnybe vagyok. Jó. Tessék? Igen, mert hogy egyébként amúgy az alapszabály, az az lett volna, hogy nem szabad kezet használni. De szerintem szavazzuk meg egy... Na... Jó, Sára, egyetértesz azzal, hogy te használhass kezet, és a többiek nem? Nem. Jó! Oké. Okay. Akkor challenge accepted. Nem kézzel. Lábbal, szívvel, szájjal. Kézzel nem. Jaj, kinyitni szabad. Igen, bocsánat. Szóval nyissátok ki a dobozt. Első lépés. Jó. Király. Szabad. Persze. Minden szabad, de nem minden használ. Igen. Igen. Lehet fogni a dobozt? Lehet fogni a dobozt? Hát, lehessen fogni a dobozt? Egy valaki igent mondott, neki vétójoga van. Úgyhogy lehet használni a dobozt. És akkor igazából nem kell mérni az időt, mert a lényeg a gyorsaság. Szóval én majd nézem, hogy ki eszi meg. Lehet szurkolni. Egy, kettő, három. Szerintem nem elég, biztosátok még őket. Nagyon jó. Oké. Áron a réteges megoldást választotta. Ez a keskeny út, Áron, ezt csak te választottad. De hajrá, jó, a legfelső kész. Sára, zseniális. A középső is majdnem, igen, jó. Hát én úgy látom, úristen, lehet, hogy tényleg Sára áll a legjobban. De azért elnézek erre is. Már csak az uborka van. Ne hozz szégyent a posztítre, Marci. Jó. Pali. Szegények. Kész van! Jaj! Jó! Azért nyeld le. Bocs, még le kell nyelnie. Na. Hoppá, ő is. Igen. Na, melyikőtök nyeli le előbb? Segítsetek eldönteni, mert én nem látom minden. Kész, Marci!
Marci, ott van az almás pitém. Tiéd, tényleg, komolyan. Mit érzel most? Csak szeretnék köszönetet mondani a Tyrannosz háznak. Köszönöm. Fiúk megtanítottak enni, bár ezzel soha nem volt problémám. Köszönöm. Igen, a második helyezett Gábor, szerintem neki is kijár a taps. Még mindig rág Sára? Pali. Milyen érzés volt, hogy nem fotózhattad le magad közben? Hát, igen, az ember egyszerre nem lehet két helyen. De van olyan tevékenység, amit tenni kell, és nem fotózni. Amit enni kell. Köszönjük szépen. És akkor még Sárát kérdezem. Milyen élmény volt? Úgy érzem, hogy többszörös győzelem volt. Elegánsan ettem, dobogós voltam, és az egyetlen női versenyző. Köszönjük szépen. Akkor hát nem mondom, hogy egészségetekre váljék, mert nem, de hát nem egészséges, vagy hát nem tudom. De a lényeg az, hogy ha egy ilyen kárhozatos dologra hajlandóak vagyunk kiadni 1500 forintot, akkor mennyivel inkább nem támogatnánk ezzel a Megdeszt is. Fél évente egyszer legalább. Ja, that's all. Köszi a részvételt. És akkor, amíg még itt az elpakolás folyik, én színpadra szólítom. Mi az, ami most következik? Ki az, aki tudja? Ezt nem hallottam meg. És akik vezetik? És... Oké, akkor Tisza Dóri és Helyszer Sári, gyertek! Jó, szóval, köszi. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai játékos esten. Így van. Ja, szóval amikor mondta a Fanni, hogy mi a most, és akkor játékos est. Szóval, hogy ti ezt így nem várjátok, vagy micsoda? Hát a jelentkezők száma alapján meglátjuk. Kicsit csalódtam, de... Én nagyon. Nagyon értékelni fogjuk azt, akik ide jönnek, és itt adnak valamit. Ja, szóval köszi mindenkinek, aki jelentkezett. Négy csapat, vagy ebből egy egyén volt, aki egyedül. És most vele is kezdjük. Őt hívjuk a színpadra. Igen. Zsófit szeretnénk. Zsófival így van. Szia, Zsófi! Kérlek, számolj be arról, hogy mivel készültél. Köszi. Sziasztok, Zsófi vagyok. És komolyan vettem a komolyságot egy picit. Tehát a játékesből most így komolysággal kezdtünk. És hogy értsétek, én Ovó néni vagyok, és egy mesét hoztam nektek, amit videó formájában fogunk megtekinteni. Előfordulhat, hogy valaki látta már, de arra kérnélek benneteket, akár láttatok, akár nem, hogy úgy nézzétek ezt a mesét, hogy ugye ennek a hétvégének a témája az evangelizáció, és ezért hoztam ezt a mesét, mert
Három főszereplője van egy evangelizációnak, és most itt a mesének is. Vagy te, aki evangelizálsz, van az, aki felé evangelizálsz, és van Isten. És itt ebben a mesében is arra kérnélek, hogy próbáld meg megtalálni ezt a három szemét, vagy nem szemét, hanem valamit, hogy kicsit összeköttetésbe kerülj az evangelizációra, és élvezzétek sok szeretettel. Most lenne egy kérdés. Ezt az ovisoknak levetítetted? Még nem. Ja, akkor mindegy. De mert... reméljük mindenki megérti. Jó, akkor nézzük. Igen. Mm-hmm.
Halk reakciók alapján úgy vettem észre, hogy ti legalább annyira cukira találtátok, mint mi. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Tök jó volt. És akkor a következő csapat, az egy viszonylag nagyobb embertömeget foglal magába. A Pécsi Megdesz készült egy tánccal. Tánccal. Úgyhogy kérjük szeretettel a Pécsi Megdeszt, hogy legyenek szívesek a színpadra fáradni. Ezt a kérdés, fogjam. Aha. Igen. Reméljük. Thank you.
Oké, szóval... Először is köszönjük szépen, hogy ilyen megmozgatós volt az egész. Remélem, az is, aki ülve maradt, legalább annyira élvezte, mint azok, akik felálltak. Remélem, hogy átjött a lényeg. Mindenki érti, hogy... Ja. Ja. Ugye? Azért sokan... Ja. Köszönöm, most pedig, hogy egy kicsit tudjatok pihenni és szusszanni egyet, várjuk a következő csapatunkat. Fantasztikus. Érdekes lesz az alternatív dicsőítés. Tegye fel a kezét, aki tudja, hogy ez mit jelent. Nagyon jó. Pont azért, mivel most, azok, nem hazudik. Akik szervezték ezt az egészet, szeretnék nektek megmutatni, hogy számukra mit is jelent ez az egész. Úgyhogy kérjük őket is, hogy legyenek szívesek bemutatni az ő szemszögükből, hogy mi is ez. Igen. Mikrofonra szükségetek van? Mikrofon. Szóval, azt a címet is akartuk adni ennek a produkciónak, hogy multitalentum. De majd megítélitek, hogy multi vagy anti. Jaj, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durán izgulok, és még egy olyan kérésem van, hogyha valaki lánynak van körömlaklemosúly, ez léci adjon nekem, mert utálom ezt a kéket, és nem tudom leszedni. És a következő dalba, aki tudja, énekelje velünk, meg lehet mutogatni.
nagyon színvonalas volt. Köszönjük az új élményt, ez igazán egyedi volt. Mindörökké, amen. Mielőtt rátérnénk a következő és utolsó előtti darabra, akkor előtte egy pár szót akkor Sáritól meghallgatunk az előzőhöz kapcsolódóan. Ja, szóval mondták, hogy mondjam el, mert nem biztos, hogy mindenkinek lejött, amit csináltunk, de hogy tudod, van az az érzés, amikor tök béna, meg minden, és hogy Isten megérint vagy, hogy kapsz belőle valamit, és egyszerűen csak felszabadulsz, és az életed még ha nem is jön azonnal helyre, de hogy kapsz valamit Istentől, vagy Istenből, és hogy ez mekkora érzés már, és hogy ezt, meg az evangéliumot kell továbbadjuk, és azzal, ahogy megérintettük a másikat, gyakorlatilag ezt adtuk tovább, és ezért kezdett el a másik táncolóinkat megérintettük, és hogy igazából erről szólt az egész, de hogy ha nem is jött át, és táncoltatok, köszi! És akkor a következő egy csapat lett volna, és az lett volna nekünk, hogy szuper csapat, de hát sajnos valaki visszamondta, és ezért inkább úgy biztos, mondanám... Biztos, hogy visszamondta amúgy? Igen. Úgyhogy akkor azt kérdezném, hogy lesz-e Superwoman, egyedül bevállalja-e a Lili? Bevállalja, úgyhogy akkor várjuk nagyon nagy szeretettel a színpadra Győr Lilit, és akkor ő, mint Superwoman bemutatja, amivel készült. Na, én azt tudtam, hogy az evangelizáció a téma, úgyhogy arra gondoltam, hogy még nem mondtátok amúgy, hogy mi a címe az darabomnak. Így is lehet a darab címe. Igen. Ez a címe a darabomnak, és ennek a szereplői ti vagytok. Úgyhogy most arra kérlek titeket, hogy kettő ember jöjjön ki, mondjuk önkéntesen jelentkezzen. Kettő. Tök jó, köszi. Igen. Na, és akkor velük együtt megmutatunk nektek valamit, amit majd mindannyian megcsinálunk, ha megtanultunk. És ez most megmutatom nektek, és majd ti is mutassátok meg nekik. Na, hogy ezt csináljátok. Most ezt nézzétek meg, hogy ők így csinálják, ti is csináljátok így. Jó? Na, ki nem tudja, az megmutatom. Hogy úgy van, hogy ezeket az ujjaidat ide bele... Ezeket az ujjaidat, tehát így csináljatok, és ide beletámasztjátok az állatok alá, és akkor ide felrakjátok az orrotok fölé. Na, és aki nem tudja csinálni, az meg arra kérlek titeket, hogy ne aggódjatok. Jó, köszi. Akkor ez az első fázis. Köszönöm a részvételt. Na, és akkor... Na, eddig nagyon ügyesek voltatok. Most arra kérlek mindenkit, hogy háromra, amíg háromat számolok, utána mondjátok azt velem, hogy Jézus szeret téged. Jó? Menni fog? Jó. Egy, kettő, három. Jézus szeret. Jó, akkor most álljatok fel. És mindenkit arra kérek, hogy egy falnak háttal álljon be, igen, háttal. Háttal álljatok egy falnak, háttal. Akinek most ez így nehezére esne, annak nem kell csinálni, szóval nyugodjatok meg, de annak meg be kell sajnos csuknia a szemét. Nincs más út. Tehát háttal a falnak álljatok be, mindannyian. És közben gyakoroljátok ezt a pózt. Mármint ezt a szemeset. Nagyon jó, nagyon jó. Jól van? Mindannyian háttal a falnak. Aki nem tud beállni, nem, én nem haragszom, szóval nem muszáj. Csak hogy legyen helyetek, és akkor a faltól, ha mindenki beállt a falhoz, lépjetek egy lépést előre. Jó, most,
most, ha mindenki beállt, de egy falnak háttal legyetek, mert ez nagyon fontos, tényleg, és egy lépést legyen, Andi, ti is álljatok egy lépéssel arra, hogy mindenkinek legyen helye mögötte, ez fontos, ez tényleg fontos. Köszönöm. Jó, és akkor mindenki csinálni tudja a poszt? Nagyon jó. Háromra mindenki tudja azt mondani, azt a mondatot velem? Csak mert még jön egy fázis még. Tehát, hogy egy, kettő, három. Jézus szeret téged. Nagyon jó, és akkor most arra kérek mindenkit, hogy a falnak háttal most, aki tudja, nem muszáj. Tehát, hogy rakjátok be a fejeteket a két lábatok közé. Így mutatom. És utána a szemetekre rakjátok rá ezt a poszt. Így ajzével. Tehát igen, ezt csináltok meg, de úgy, hogy rakjátok rá a szemetekre ezt a poszt. És akkor utána arra kérlek titeket, hogyha ez már megy, akkor háromra mindenki csinálja ezt a poszt, és csináljátok ezt, és akkor mondjátok azt háromra a mondatot, jó? Na én is csinálom, és akkor csináljátok! Na egy, kettő, három! Jézus! Köszönöm szépen, ennyi lett volna! Amíg visszarendeződtök, addig egy érdekes információval állnék elő. Alapvetően nem igazán volt túl sok jelentkezőnk, de az utolsó pillanatban két igen bátor jelentkező úgy gondolta, hogy ez az este nem lehet vége, anélkül, hogy ők ne adnának valami pluszt nekünk, úgyhogy... Halleluja! Nagyon köszönjük Petinek és Gyulának, hogy bevállalták. A darab cím nincs. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel. Igen? Tényleg? És mikor? Már a jövő héten? Péntek, szombat. Jó, és ja, hogy nem élőben, hanem online. Aha. És akkor ezt hogy oldjuk meg? Tart már itt a technika a 90-es években? Jó, hát értem. Jó, tehát akkor a konferenciateremben lesz. Hány fős? 45? Egy hét alatt, jó, majd igyekszünk. Persze, megmondom az ifjúseknek is. Hát jó, de hát gondolom, hogyha Billy Graham jön, vagy lesz ez a tanítása, akkor arra csak meg fognak mozdulni emberek. Jó, hát nekem erre van, hitem, reménységem. Meglátjuk, hogy egy hét alatt mit lehet elintézni, nyilván én is majd igyekszem, hogy tudok-e valakit erre az alkalomra beszervezni. De jó, köszi, hogy szóltál. Jó, köszi, hello. Egy héttel később. Szombat. Hát... Majd csak lesz valami. Nem mondtam.
Elnézést. Igen. Van esetleg ma estére programja? Még nincs, te kis huncut? Átjött. El is ment. Azt szeretnénk kérdezni, hogy mivel ennyi volt az, ami szándékos készülés volt részetekről, van-e olyan, amit meg akartok-e esetleg ismételni? Igen? Hallok egy igent. Melyiket szeretnéd megismételni? Mert akár a kisfilmet is levetíthetjük, olyan kis cuki kis madárkák, meg minden. A táncot is megejthetjük, a színvonalas zenét is újra hallhatjuk, esetleg más dalt. Lili segítségét is újra kérhetjük, hogyha esetleg netán ez szívetek vágya. Ja, bármelyik. Népszavazás, demokrácia, az... vagy ez... persze, hát ne arra, annyira magasra raktátok a lécet, hogy az így... Tartunk tőle, hogy nem tudnátok ugyanúgy előadni. Nem haragszom. Azt mi tudjuk. Ez bele van kalkulálva. Így van, bele van kalkulálva. Akartok valamit újra, vagy nem? Nem. Akkor én nemet hallottam, jó. Kérjük azokat az embereket, akikkel előre egyeztettünk, hogy legyenek szívesek akkor idejönni, és azt mondanánk mindenkinek, hogy bár megmozgatós volt ez az este, abban az esetben, hogyha a vége fele az utolsó 5 percben, azt fogom jelezni, valaki nagyon szeret, vagy 10 percben, ha valaki nagyon szeretne beszállni, akkor lesz majd rá lehetőség, de mivel ez egy improvizációs, reméljük, hogy ti is legalább olyan jól fogtok szórakozni, mint mi, és fogadjátok szeretettel. Igen, igen. Beugrós stop játék, stop trükk játék, ilyesmi. Technikai problémák. Egy pár pillanat türelmet szeretnénk. Chasing.
akkor kérjük, fogadjátok nagy szeretettel, egy váltólázzal kezdünk, és akkor bekérem a Bencéket, hogy övék a színpad, és kezdhetik. Az alapszituáció az az, hogy van egy igazán konzervatív papunk, aki szeretne minél több embert megtéríteni. És lehet látni majd, hogy Sári különböző karaktereket fog felvenni annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy milyen érdekes emberekkel lehet találkozni bizonyos helyeken. Oké, okay, Sári, te majd a kék leszel. Csak mondom. Meg kell térned most. Azért, mert én azt mondtam. Ha nem térsz meg... Én ugyan nem. Biztos vagy nem. Azért ez nem az ugyan ez az ugyan. De. Meg kell térnie. Azért, mert szeretném, hogy együtt repüljünk a Mennyországba. Mit tettem együtt a Mennyországba? Kizárt hozzám ne nyúljon, jó? De muszáj, érzem, hogy vissza bírem. De hogy ez hülyeség. Amit mond, az is hülyeség. Nekem ilyeneket meg tudnám mondani, hogy már van a vécé. Föl az... Így. Látja? Nem, de el tudom képzelni. Ott, oda kéne menjek? Oda, igen. Hogyan? Az jó kérdés, ott van a hold, meg minden, nem tudom. Nem azért, de alkohol szaga van egy kissé. Nekem nem iszom, nem iszom. Biztos, hogy jó helyen vagyok? Biztos, egy biztonságban van már vettem, jöjjön kisasszony. Nem látok. Pedig jó lenne. Kérem. Lassabban. Maga olyan szép, én meg olyan részek, hogy kérem, hogy gyorsan menjünk innen, mert nekem hánynom kell. Mit ért az alatt, hogy gyorsan? Gyorsabban. De nekem nem megy így ma. Nem érti? Én rosszul vagyok, ember! Hát akkor imádkoztam. Megpróbáltam. Imádkoztam. De senki nem hallgatott meg! Nem az én hibám. Keveset imádkozok. Keveset mi? Ámen. Így jó? Nekem. De most miért imádkozzak? Különben is olyan szerencsétlen vagyok. Imádkoztam már mindenkihez, de megint meghúzott az a hülye tanár. De nem úgy volt, hogy az a pap. Tudja mit? Nem érdekez az egész. Csá. Isten áldja. Áldás békesség. Erős áram Istenünk. És akkor most azt szeretném kérdezni, hogy még jobban be tudjunk titeket vonni, hogy most szeretnénk egy stop trükkös részt megcsinálni. Van-e bárki, akinek
van egy annyira nagyon-nagyon jó alapszituáció ötlete, hogy feltétlenül meg akarja velünk osztani, hogy esetleg azzal tudjuk elkezdeni, és én akkor kérném mondjuk Rudit és Petit, hogy legyenek szívesek ide fáradni, hogy van-e bárki, akinek van egy olyan ötlet, amit felhasználhatnánk? Itt láttam egy kezet, de sajnos nem tudom a mikrofont oda vinni. Az csak egy helyszín, szituáció kell. Helyszín, mi van a szaunára? Villanyszerelés. És akkor mind a ketten villanyszerelők vagyunk, és mit csinálunk? Akkor itt volt egy önként jelentkezőnk, és akkor Istvánnak odaadnám a mikrofont, és akkor ő elmondja, hogy ő mire gondolt. Már hogy akkor most legyen a játék rögtön, vagy pedig nem teljesen értem, hogy... A szituáció. Azt mondták, van szituáció ötletet. Igen. Akkor kérlek, mondd el nekünk, hogy mi a szituáció ötletet. Tehát az alapötletem az volt, hogy legyen egy bibliai hangos bemondó, amiben folyamatosan valami hallatszik, és hát van egy kicsit makacs prófétánk, aki nem akar rá odafigyelni, és aztán a végén csak meghallja, hogy miről van szó, és hát szegény megszívja, de aztán végül mégiscsak jó fog kijönni belőle. Akkor köszönjük szépen, akkor én azt mondanám, hogy a szaunában van egy bemondás, és akkor azt a fiúk majd szépen megoldják, hogy ez hogy működik. Köszönjük szépen.
A BMI-re és a kormányzón kötöttem.
Stop! Fiam, azt látom, hogy van egy egyenes vonal. Azt nem látom oda. Egyenes vonal, ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy kell. De a biztos, hogy van. Ezt miért csinálja? Ez egy rám is. Nem szeretném a teljes igazságot. Azt látom, hogy ő férfi. Ezt látom. Én ebben nem hiszem, őben hiszem. Hát pedig itt az van, hogy ő férfi. És azt is látom, hogy ön nem sokára elve minden. Valószínűleg ami fiús estére fog menni. Stop. Ez a tényleg, hogy most el. Nos, reméljük, nektek is legalább olyan izgalmas volt, mint nekünk. A mustáros palacsinta. Egyébként javasolnám, hogy Balázsnak állj elő az ötlettel, hát ha beveszi a programba. És nagyon szépen köszönjük azt, hogy először is megkérném Petit, hogy fáradjon le a színpadról. Szeretnénk megköszönni mindannyiótoknak, akik bármiféle ötlettel hozzájárultatok a mai esténkhez, és nagyon szépen köszönjük a segítőknek, akik itt az előbb épp próbáltak minket megmenteni. Köszi, hogy eljöttetek, meg hogy így részt vettetek, meg köszi, hogy így beszálltatok, meg hogy csináltatok így előadást, meg minden tök jó volt, és reméljük, hogy legközelebb is lesz ilyen. És többen éltek a kreativitásotokkal, és azt hiszem most inkább átadjuk a konferenciéknak a szót, nem? Ugye? De? Igen. Jó. Köszi, sziasztok! Akkor megkérném a Petit, hogy fáradjon vissza a színpadra. Köszönöm. Majd kérünk egy állványt. Igen, a Viktort szeretném megkérni, hogy mindjárt az elején jöjjön és hirdessen a doktorandusok baráti köréről. Köszönjük. Választatsz. Köszi. Sziasztok! Aki ismer... Oké. Okay. Szóval nemrég indult egy ilyen csoport, hogy keresztény doktorandusok baráti köre. És aki ismer doktorandus, vagy maga is az, vagy
még néhány évvel ezelőtt végzett, akkor azt szeretettel várjuk. Általában havonta egyszer szeretnénk személyesen találkozni az Adna Caféban, és vagy most éppen a Grundon leszünk, de attól függ, hogy hányan leszünk, és olyan témákról szeretnénk beszélgetni, amiket a munkatársainkkal nem nagyon tudunk megbeszélni, mert más értékrend szerint élnek, és a gyülekezetünkkel sem, mert egyszerűen más élethelyzetben vannak, mint mi. Úgyhogy a következő alkalmunk az arról fog szólni, hogy hol a határ, tehát hogy mi az a pont, amikor már nem szabad engedni a csoportnyomásnak, vagy ilyesminek, vagy a rendszer rossz, és stb. Szerintem mindannyiunkra érvényes, de az egyetemi szférában ez többször elő szokott fordulni, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. És Facebookon is rajta vagyunk. Köszönjük. Nagyon last minute utolsó esély. Igen, köszönjük. Szóval last chance, last minute utolsó esély, harmadstan. Tényleg, azt hiszem nem lesz többször hirdetve. Megdesz stand szintén találtárgyak. Majd a végén kisorsoljuk őket. Van egy ilyen dobozunk, ha valamit találtatok, akkor keressetek ilyen piros szalaggal rendelkezőket, és akkor majd a honlap, hogyha összegyűjtjük, amik van, és akkor eltesszük. Jó. Ez van, ez történik most. Talán nem kell hirdetni, ja? Igen, lényeg, hogy akiknek karszalagja van, az velünk van. A többiek ellenünk. Nem, de Isten is velünk van, szóval ki lehet ellenünk. Igen, eddig tart a mi határterületünk, szóval ameddig a napfény elér. Karszalagja, figyeljetek, lesz ma a férfi női est. Ugye milyen jó, mennyi az idő. Igen, tehát ez nem ekkor kezdődik, mert hogy ez 10 perccel ezelőtt volt. Időutazás. Bár mondjuk pár jelenet egyébként már érintette a témát. Ezután jön a dicsőítőim a 11-től egyébként. 11-től. Így van, ezt akkor még nem tudtuk, mikor ezt a diát csináltuk. De hogy 11-től van, most ezt így felülírjuk, ahogy szoktuk, vagy ahogy lehet. Hogy, mert nem azt, hanem hogy 11-től. Így nem? Van. 11-től, teljesen. 11-től. De nem, ott mondják, hogy de. Na. Teljesen friss az info. Holnap reggeli, 7:30-kor, erre ő szintén érvényes az eddigi szokás, kórházos karszalag legyen rajtatok, azzal tudtok belépni. És utána a reggeli alkalom pedig 8:40-től fog kezdődni. Lenne maradjatok a Petinek a nagyszerű visszaszámlálós videójáról, szerintem Oscar-díjra fogják ezután jelölni, köszönjük. De csak akkor, ha elég bevételt hoz. Holnapi reggeli alkalmunk egy istentisztelet keretén belül úrvacsorát is fogunk majd venni együtt. Úgyhogy erre így szellemileg és lelkileg valamennyire, amennyire tudtok és szeretnétek, készüljetek. Illetve, amit már hirdettünk, azt nincs most itt az a diám, nem tudom miért, de hogy adakozni fogunk, és lesz erre lehetőség, úgyhogy... Tehát minden gazdag diákot, a 10 000-eseiteket tegyük ide, készítsük előre. Az legyenek, igen, legyetek erre is felkészülve. Ami még fontos és hirdetni való info, hogy 2 óráig el kell adni a szobákat. Tehát magát az épületet nem. De 2 óráig a szobából pakoljatok ki, általában ez itt Siófokon úgy szokott kinézni, egy hatalmas stack kupac ott szokott nézni a lobbiban. Úgyhogy ez lehet most is így, de ha találtok unique helyet a saját cuccotoknak, akkor azt is meglehetitek, csak ne legyen bent már a szobában, 2 óráig annan pakoljatok ki. Ezen kívül a busz, vonat és telekocsi menetrendeket is ki fogjuk rakni, mert egy-két helyen talán ki is van rakva. A lobbiban is, esetleg itt az ablakok, itt a folyosón. Nézzétek, legyetek szemfülesek, lépjetek egymással kapcsolatba, haza szeretnétek jutni valahogy, hajrá! És a dicsőítő imáról még annyi, hogy közben az imaszolgálatosok elérhetők, szintén imára, hogyha kértek, akkor megtalálhatjátok őket a kék karszalaggal, illetve a világítós karszalagjukkal, amiről mindjárt hallunk többet. Igen, tehát lesz közbenjáró ima, ez ugye a dicsőítés alatt, és tényleg biztatnál titeket, hogy gyertek, mert én hiszem, hogy Isten valamennyi problémánkra és nehézségünkre tényleg szeretne segíteni ezen, és ennek egy csodálatos eszköze a közbenjáró ima, úgyhogy dicsőítés alatt várunk titeket az ima szolgálatosokkal. És akkor még egy kiegészítés. Tessék? Ma este 11-től a dicsőítés, igen. Amit még nem mondtunk el, a férfi este szó lesz, Peti. Itt lent. A női est pedig hol lesz? Ott fent. Ennyi. Akkor ennyi. Köszönjük. Akkor most jön a férfi női est. Sziasztok.